Üdvözöllek benneteket, Révész János vagyok. Egy pár gondolatot mondok nektek azért. Érdekes dolog, hogy YouTube csatornán van, nem tudom hány csatorna van, dolgozik az elhárítás, hogy értsük. Tehát ilyen címeken fogjátok megtalálni, hogy Töreki Béci, Zugtáltos, Tibbonc. A Facebookon én nem néztem, egyszer úgy nem is tudom, valamelyik barátom szólt, aztán úgy, csak úgy kapásból rátekintettem, valami öt olyan csatorna van a nevemen, és mondják a srácok, ne ragudjál, ott rockzenétől kezdve, amit akarsz, egy olyan szemét, dolgok vannak fönn a gyűrűlet. Mondom, mind csodálkoztok. Értjük? Tehát... Na most. Hát igen, ez az ellehetetlenítésnek az egyik műfaja. Ezt a filmet még egyszer bemondom nektek. Beszélgetés dr. Bistei Y-nal gépeitek. Zsuzsanna klinikai pszichológussal 2016. Ezt nem elfelejteni. Tekintsetek bele. Hát itt említettem a novicsokot, a polóniumot, meg a kobaltpisztolyt, meg a mindenfélét, meg a fényágyuk, meg a minden szarságot. Hát, ja. Úgyhogy, ami a háttérben zajlik, arról igazából a lakosságnak még csak szikrányi tudomása sincs. Mennek a dolgok. Keményen. Úgyhogy nem sokára rend lesz. Megállni nem fog. Egy kis türelem, egy-két év. A 2012-es kis filmem volt, azt tekintsétek meg, hogy Jani Stukkerre a fenyit, 2012. Tudjátok, mit mondtam be? Nem szeretnék ki ebbe háborús turizmusra menni. 2012. Most 2022-t írunk. 10 évvel ezelőtt bemondtam. Mindegy. Úgyhogy... Figyeljetek oda a dolgokra. Mindent próbáljátok meg inkább fordítva tenni, hogyha lehet, jó? Tehát nem úgy kell viselkedni, hogy amit mondanak, mindent kötelező, meg azt kell csinálni, amit mondanak. A gyerekkorotoktól úgy vagytok nevelve, hogy nem alázatosra, hanem megalázkodni. Értitek? Az nem ugyanaz. Tehát a megalázkodás, meg az alázat, az nem ugyanaz. Az ellenségeiteknek mindig az a jó ember, aki teljesen le van hűítve, olyan buta, mint egy állat. Ne felejtsük el. Ilyen szarokat meg ne higgyetek el, hogy hát nem lesz nyugdíj, meg fizetés. Figyelj, papír meg festék, hagyjad már francba. Egy nagy hűítés az egész. Minden van, és semmi nem veszik el a teremtésbe. Semmi nem veszik el. Jó? Tehát ezt azért fontos tudni. Hát emlékszem még. Persze volt ez a, olvastuk, Bem tábornok, meg Petőfi. Ugye? Petőfinek se ez volt az eredeti neve. Igazából ő Gróf Széchenyének volt a fia. Csak álnéven szerepelt. Csak úgy került ki Barguzinból, oda lett kimenekítve vele, hogy eltegyék lábalól. Ja. Szóval vannak itt trükkös dolgok. De semmit se higgyetek el elsőre, hanem mindig a sorok mögött, a háttérbe kell, bele kell látni a dolgok mögé. Úgyhogy mindig figyeljetek oda a dolgokra. És inkább azt mondom, hogy az a kellemes, amikor mindent fordítva csináltok. Nem kell úgy csinálni, hogy van, hanem mindent pont fordítva. Na akkor megyünk körülbelül a jó úton. Nem elfelejteni. És hogyha valamit nem értesz, akkor ott mindig hazugság van a háttérben. Köszönöm, hogy meghallgatotok. Sziasztok!